A hagyományokhoz hűen a Vox Mirabilis kamarakórus közreműködésével a Béla úti temető díszravatalozója előtt rendezték meg a vigasztaló szó a gyászban és emlékezésben ökumenikus megemlékezést Mindenszentek ünnepén halottak napja előestéjén. Cserpakovics András polgármester gondolatsorában a hittel élők fontos feladatait foglalta össze az üdvözült lelkek emléknapján. A hitünkben van mire ilyenkor gondolni és van mihez kapaszkodni. Hogy a mi hitünk egy olyan hit, amiben reményt kapunk a mindennapokba, akár ezekben a pillanatokban is arra és ahhoz, hogy tudjuk, hogy a földi életünk egy pillanat ahhoz képest, amit lehetőségként a szeretet erejénél fogva a gondviseléstől megkaptunk. Az eseményen a történelmi egyházok képviselői imádsággal, szentbeszéddel emlékeztettek az örök életre, tettek hitet elveszett szeretteink és önmagunk lelki békéjéért. Jó volna olykor bekopogni a mennyország kapuján. Csak egy kicsit bekéretőzni. Hiszen olyan sokan vannak már, akik úgy hiszem oda költöztek. Csak egy ölelés. Csak néhány kérdés. Válaszokat kaphatnék. Csak hadd kérjek bocsánatot. Csak hadd mondjam, hogy szeretlek. Kovács Dániel baptista lelkész a hithősök tetteire emlékezett. Emlékezzünk meg ma este, holnapi nap azokról, akik előre mentek, akik már nem lehetnek itt velünk, akikért hiába sírunk, hiába könyörgünk az Úr előtt, értük már nem tehetünk semmit. Menj haza, és öleld meg a férjedet, feleségedet, adj egy puszit gyermeked arcára, játsszál vele, tölts időt vele, ahogy ma szokás mondani, minőségi időt töltsünk szeretteinkkel. Tornai Gábor katolikus plébános a Mindenszentek napjáról beszélt, amely azon szentek ünnepe, akikről a naptár név szerint nem emlékezik meg. Teremtő Istenünk, élők és holtak Ura, Te a magad képására teremtetted az embert, és örök szeretetedben gyermekeddé fogadtad. A kísértésben elbukott embert szent fiat kereszthalálával fölemelted, és így Krisztus feltámadása óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás. Bizalommal könyörgünk hozzád azokért, akik már megjárták az élet útját és átléptek a halál kapuján. Berze János református lelkész a hittel, bizalommal, kitartással tele élet példáját állította a hallgatók elé. Vegyük Isten áldását a Szentírás szavaival. Békesség Isten népének és szeretet. Hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi halálon is győztes Urunkat, Jézus Krisztust. Székesfehérvár ez évben is csatlakozott a harmadik országos Mindenszentek napi mécsesgyújtáshoz, melyet a Magyarországi Temető Fenntartók és Üzemeltetők Egyesülete szervezett több városi temető csatlakozásával. A Béla úti temetőben a látogatók bevonásával több száz mécses gyújtottak.